Most hallok valakit. A szipogása volt? Aha. Sziasztok, hello. Szia, Orsi. Szia, sziasztok. Szia, Matyi. Hello. Hello. És köszöntjük szeretettel a kedves nézőket is. Fenyvesi Orsolya, Sirokai Mátyás és Závada Péter vagyunk. Három költő, akik megpróbálunk egy virtuális tárlatvezetést tartani most nektek ebben a számunkra is új és szokatlan helyzetben. Ez pedig a Ludwig Múzeum Lassú Élet Radikális Hétköznapok című kiállítása. És amit láttok, az egy online versfelolvasás, beszélgetés és a művekre való reflexió. Mi sem aktuálisabb a világjárvány idején, mint a slow life. Lényege a tudatosságban és a kritikai hozzáállásban ragadható meg leginkább, melynek köszönhetően egyre több lehetséges alternatíva áll rendelkezésre, a permakultúrás gazdálkodástól a hulladékmentes háztartásvezetésen és az önkéntes egyszerűségen át a növekedés nélküli gazdaság koncepciójáig, írják a kurátorok, akik egy kollektívába szerveződve közös munkával válogatták ki a kiállítás anyagát Popovics Viktória alapötlete nyomán. A kiállítás a virtuális térben nyílt meg, fizikailag még nem, de egy weboldalon már sok minden látható belőle. Mi is ennek a weboldalnak az alapján készültünk a kiállítás megnyitójára, illetve erre a beszélgetésre. A Slow Life az tehát egy ilyen aktuális mozgalom, és a tárgyi világ tudatosabb értelmezését takarja, a környezet és a társadalmi adottságok megbecsülését, hogy a természetre ne kitermelendő nyersanyagként tekintsünk. Minőség a mennyiség helyett. Közösségi felelősségvállalás, higgadt konszenzus és megoldáskeresés, ezek a hívó szavai ennek a kiállításnak is. És bár ez a téma most nagyon aktuális, a tematika már korábban megérett a művészeknél, és hát azt gondolom, hogy nálunk is, vagy hát Matyi és Orsi munkáiban is ezek a témák olykor fölbukkannak, és akkor először talán az Orsihoz fordulnék azzal a kérdéssel, hogy te hogyan kapcsolódsz a kiállítás témájához és munkáihoz, és hogy milyen gondolatok fogalmazottak meg benned a tárlatot nézve. Én nagyon lelkesen böngésztem a weboldalt, nagyon érdekes tapasztalat volt a fejemben megteremteni a kiállítóteret, és először riadalommal, aztán örömmel vettem tudomásul, hogy a kortárs művészet nagyon autonóm. Nem tudok hozzá közvetlenül írással kapcsolódni, nem tudom leképezni, mert már a képek is jóval kiterjedtebbek a képeknél. Volt azonban egy érdekes elmefutásom Petra Majc munkája révén. Ő 3-7 éven át további 20 emberrel együtt korallokat horgolt, saját elmondása szerint, hogy visszakapcsolódjon az emberi természethez, hogy közösséget teremtsen. Szerintem egészen másért elképesztő ez a korallzátony horgolós projekt. És miért? Egészen... Elmondom. Mondom. Egészen addig, míg a művész rá nem jött, hogy nem lesz képes meghorgolni 1500 korallt, és ki nem adta a munkát bérbe, én azt mondtam volna, hogy oké, de minek? De így egy humoros, önreflexív meló lett belőle, hogy még hogyha a keze fáradtságával vezekelt volna az emberiség természet elleni vétkeiért, de nem, ez egy nagyon is emberi, sőt, talán nagyon is isteni gesztus, hogy én látom magam előtt az öreg szakállast, ahogy teremtés közben ráébred, hogy hát ő nem fogja tudni megcsinálni ezt az egészet. és ha az idő nem is aggasztja, hiszen teste talán az idő, az érzelmi munka biztosan fárasztaná, ezért kiadja bérbe az emberiségnek. Igen, ez a lelki fáradtságon. Ez nagyon, szerint, nagyon helyes gondolat, és ehhez kapcsolódik a szöveged is, amit olvasnál, vagy ehhez a munkához? Nem, ez inkább csak tehát, hogy én szeretem Istent néha játékosan úgy képzelni, mint aki az egész mindenséget projektbe adta ki, hogy reflexiókat lásson saját magára, tehát, hogy ő minden művészeti produktumnak az első számú közönsége, és hogy lehet, hogy pont úgy próbáljon megismerni az érzéseit és önmagát, hogy a mi verseinket olvassa, és akkor ő egy ilyen
slow life profit, egy égi pöfetek gomba, hogy magamban megfogalmaztam őt, és hogy azért, igen, tényleg egy slow life profit, mert azért kegyetlenül sokáig tartott neki eljutnia önmagához, vagyis hozzánk. Nekem a magához, a slow life-hoz eléggé rossz a viszonyulásom, sosem vágytam rá, inkább csak éreztem, hogy kéne vágynom rá. De én azt gondolom, hogy ahogy az indulatoknak is helye, oka, kifutása van, ugye a világot irányító bírhatatlan történés vágynak is. Tehát inkább meg kell tanulnunk ezt közösen kezelni, elvezetni. Én alkatilag is egy túláradó, impulzív típus vagyok inkább, még akkor is, hogyha többnyire befelé élem ezt meg. Nekem csak a kisbabámra is az első egy évben csak kizárólag ráfigyelni, az is maga volt az inger sivatag. És hát kényszercselekedetként el is kezdtem a pulzusomat figyelni mániákusan, úgyhogy én most úgy kapcsolódok, hogy írtam egy szándékosan túláradó verset, és minden jó ötletemet feláldoztam benne. Hűha! És eszembe jutott az is, hogy a kortárs művészetben a műleírás, vagy akár az alkotó kísérő szövege, hogy átértelmezheti, maggasztosíthatja a művet, megfelelő kontextust teremt az értelmezéséhez, és hogy akkor én is megtehetem, hogy átadom magam az áradásnak, és majd most itt élőben megmagyarázom, hogy egyrészt, hogy meg is akartam mutatni, hogy sosem elmélyülés, sosem teljesen nyugalom az alkotás, vagy a lét, és az ellenkezőjét is láttatni akartam, hogy mégiscsak el kellett volna az a nyugalom. Tehát, hogy megmutatom a versíró szörnyeteget, a habzsolást, hogy a magam alkotói kielégületlenségére és az összecsapottságomra ironikusan reflektálva, mégis diadalra vezessem a saját szövegemet. Azt a mindenit, ez egy NK-s pályázatra is szerintem, hogy megfelelő, beadhatnál, szerintem erre kapnál valami lóvét. Úgyhogy most, hát akkor halljuk a szöveget. Na igen, és akkor a vers, aminek csak cím nem jutott még. Hosszan, mélyen alszom, és kötelemből ébredek. Indulok, és cipelem hónom alá csapva, mint hisztis gyereket, rúgkapáló tegnapi önmagam. És megyünk, hanyatlunk az írott szavakban. Egyikünk jön csak ki a végén élve, és az mindig én leszek. Végig gondolom a történeteimet, és szelíden cselekszem. Lassan, lassan. Lassan zuhanok a kardiológus kitárt karjába, és az Isten hívő filozófuséba. Egyetlen béna karodba, a királynő karjaiba. Ez végre én vagyok. Mit is énekeltem, amikor utoljára itt jártam? Meg se próbálok emlékezni rá. Bólintok. Elfogadom a szanaszét formát. Feltörök sorban a recept szerint végestelen tojást. Egy fának párja kél, de én ülve maradok. Ha kell, bambulok a kár. Nem, nem félek. Köszönöm, kár. Egyszerre csak egy gondolatot gondolok, és csak gondolatban marcangolok. Oroszlán. De tűrtőztesd magad, te képtelen száj. Maradok, még ha minden egyszer történik is csak meg. Nem tudhatom. Indexelek az üres utcában, egy kézzel tartom a napot, hogy a másik szabadon maradjon. Kibírom, hogy minden perc ugyanannak a munkának az elvégzésére adatott. Elképzelem, hogy higgadt, csökönyös verset írok, és a farkasomat véletlenül sem a kutyafuttatóban futtatom. Igen, nem. De estére hagyom, hogy mint jeges eső elverjen az információ. És eszembe jut egy világ, ahol a feltámadás épp csak annyira valószínű, mint egy ág. És jaj, betörnek a trapézok és paralelogrammák, betör a formátlan ágya, a mosdatlan, szemzetes szőlő, irgalmatlan isteni halmazunk, a lélek, itt van már a világ. A békáknak nászi ágya van, és valahol a távolban a krokodiloknak smaragdos újszülöttjei, és csordultig a csorgó a kehec. Én tényleg nem így akartam megírni ezt a verset, de hiányzott a sokasság.
Ez egy nagyon szép szöveg, szerintem ez egészen, egészen különleges, és valahogy benne van az a gazdaságosság, amivel te egyébként szöveget írsz, az ökonómia, de valahogy mégis nagyon szépen veti szét a formát, ahogy mégis a burjánzásra törekszel. Valahogy ettől függetlenül egy nagyon, nagyon Ja, kimért egyébként nem szöveget. törekedtem, hanem tényleg egy ilyen higgadt és nyugodt verset akartam írni, és akkor de nem is tudtam aludni, mert teljesen felhúztam magamat, hogy elszúrtam, és hogy akkor Hát, most szerintem és ez egy... rájöttem, hogy de majd megmagyarázom, hogy miért nem szúrtam el, és hogy én is kapok Szóval egy ilyen nagyon, nagyon kísérő szuper. centlit. Nagyon, Köszönöm. nagyon szuper. És akkor Matyi, te is, ugye, tehát te is kapcsolódsz több ponton ez egyrészt a slow life-hoz, másrészt a természethez, mint tematikához, és hogy te ezt a hétköznapjaidban hogyan éled meg, mert nem tudom, aki követ téged különböző médiafelületeken, főleg az Instán, az látja, hogy nagyon sokat vagy a természetben, van egy nagyon különleges kapcsolatod a természethez, és hát a verseidben is, ugye most már lassan mondhatjuk, hogy talán egy évtizede folyamatosan tematizálod az erdőket, a különböző növényi társulásokat, és nem tudom, és mindenféle nagyon izgalmas és burjánzó dolgot, és hát most jelent meg az új köteted, a Lomboldal című. Tehát, hogy mi az, ami neked ebben talán a legfontosabb? Nekem amúgy tök jó élményem volt ezzel a slow life-val, én ezt elég sokáig nem ismertem, és akkor már azért sok elem jelen volt az életemben, és amikor így találkoztam ezzel a fogalommal, meg hogy ez mit is jelent, akkor ilyen jóféle ráismerés volt, hogy jé, oké, ez milyen jó, hogy így mások is vannak, ez tök jó. Én a mozgalmakban egyébként nem annyira hiszek, vagy így mozgalom szinten, de azt, hogy vannak hasonló emberek, akik hasonló dolgokat szeretnek, én azt most gyorsan el is mondom, hogy Barta Gabóhoz fogok kapcsolódni, amikor elkezdtem nézegetni a kiállítás anyagát, akkor így rögtön tudtam, hogy megvan az én emberem, mert így nézzék majd, megnézzétek meg az ő oldalát a kiállításon belül, hogy van egy 2 perces videó, amin egy tányérból különböző leveleket eszeget, ilyen levélkóstolás szintjén, nagyon-nagyon guszta, meg ilyen nagyon jó hangulat is, meg hitelesen beszél róla, én úgy éreztem. És így valahogy egyből az jutott eszembe, hogy ezt megláttam, hogy ami számára ez, hogy így éppen a kertben minőt, és azokat így minden nap megízlelni, az számomra így a famászáshoz kapcsolódik, hogy ahogy így most már egy ideje ez ilyen napi szenvedélyem, és így valahogy az érintéssel kapcsolatban, hogy naponta kapcsolatba kerülök a fákkal a mászáson keresztül, és ez egy nagyon nagy élmény, és a slow life, hogyha valakiktől, vagy valamiktől lehet tanulni, akkor a növények, és azon belül különösen a fáktól, ez biztosan meg lehet tanulni, mert valahogy az a ritmus, amiben ők léteznek, az számunkra szinte szoborszerű. Hát így látjuk, hogy kileveleznek, meg lehullanak a levelek, meg néha észreveszünk egy ilyesmit, de azért napi szinten így, jaj, de szépek a fák, körülbelül szerintem általában ez az embernek az élménye. Viszont, hogyha így naponta érinti őket, meg így taktilikus kapcsolatba kerül velük, úgy azért az egy, úgy érzem, hogy másféle módja a kapcsolódásnak, és az a szoborszerűség, az eltűnik, és megjelenik a fáknak az elevensége, megjelenik ez a nagyon lassú, de nagyon mély ilyen áramlás. Valahogy néha úgy érzem, mintha érezném, ahogy a nedvek áramlanak a fákban, és valahogy ez a nagyon lassú sodrás, ez különös jó érzéssel tudja eltölteni az embert. Az új kötet, pedig a Lomboldal, pedig tulajdonképpen ezekből az élményekből született nagy rész, és így a
minden egyes szöveg a növényvilághoz és különösen a fákhoz kapcsolódik, úgyhogy tulajdonképpen nem is kellett különösebben válogatnom, de azért kiválasztottam néhány verset. Olvass akkor egyet-kettőt. Vágyódás az organikus élet zárt, folyamatos körforgása után, amely egyenetlenségek és kitörések nélkül való. Minden mozdulatom visszatér hozzám a széllel. Vágyódás a növényi lét után. A gyertyánok a leveleik fonákjával is látnak. Az árnyékos lomboldalon homályosan, csupán az élőlények mozgását érzékelve, míg a napos oldalon tisztábban, halvány tisztázva a talajt. Ahol két vagy három levél fedésbe kerül, feketébe játszó, mézölt pupillák jönnek létre. Föld mesztelen jószágai, meglapolunk a lombkorona alvilágában. Egy lombszerkezet annyira összetett, hogy a szem sosem találkozik kétszer ugyanazzal a látvánnyal. Egy törzs törzsén felfelé mászva nem csak a saját utamat teszem meg a lombok közé, de megismerem a fa növekedési vonalát is. Elterelnek kanyarok és csavarodások, új irányokat mutatnak az elágazások és a pánikhajtások. Követem öntörvényi vonalvezetését, bejárom életútját, mely a magasba vezette. Beakasztom a lábfejem a mandula fenyő villájába, megfeszítem a törzsem, és a lábujjaimon függeszkedve hátraengedem magam. Fejjel lefelé lógva kiegyenesedem, a fűszálak a homlokomhoz érnek. Lehúnyom a szemem, arcomon érzem a föld hűvösségét. Mire újra felnézek, helyet cserél a felső és az alsó világ. Ismeretlen növények úsznak lombos gyökereikkel egy tükörtelen tóban. Félek, hogy így maradnak. Úgy maradok. Belső egyensúlyunk kémiai természetű, ezért elsődleges az energia megfelelő mintázatát hordozó anyagok közelsége, érintése, szaglása, fogyasztása. A legtisztább energiamintát a növények hordozzák, mert közvetlenül az élettelemből, nem pedig más élőkből nyerik erejüket. A szenvedés az energia áramlásának akadályozásából fakad. Minden válság energiaválság. Egy pillanat. Átölelem a törzsét, mikor a hevedelt a nyárfa köré hurkolom. Valami rezonál bennem, ahogy az eleven anyaghoz érek. A fűben fekszel, borzongsz a föld érintésétől. Szeretlek, mert szeretlek. Mondd ezt az ő nyelvükön. Végighúzom a tenyerem a barázdákon, csendben oda sétálok a szemközti tölgyhöz. Eszembe jutnak a gyerekeim, ahogy a hallgatással teret adok csobogó beszédüknek. A tenyeremnek még este is kéreg illata van. Lehúnyják szemüket, ahogy az arcukhoz érek.
Az igen, mert csak így látom, amit majd én fogok olvasni. Nagyon-nagyon érzékeny és szép szövegek ezek, Matyi. És én is fogok hozzájuk kapcsolódni, mert nekem is van egy ilyen hosszabb fás szövegem. Én sem hiszek a mozgalmakban, de valószínűleg ez így nagyon benne van most a levegőben. Tehát az emberek valahogy... Én sajnos nem tudok olyan érzékenyen és szépen beszélni a fákkal való kapcsolatomról, mint ahogy te beszéltél, mert hogy én inkább csak elképzelem, és egyébként a te szövegeidben valahogy az érződik, hogy te tényleg ott vagy. Tehát, hogy így valahogy annyira taktilisan tényleg és érezhetően átjön a szövegeken az, hogy te valódi élő kapcsolatban vagy a fákkal. Én sokkal inkább elképzelem ezeket nekem, valahogy a fogalmak felől közelítek, és akkor van egy ilyen furcsa, ilyen fogalmi burjánzás. Nekem két munka is nagyon, hát hogy is mondjam, így testhez álló volt, vagy így nagyon rám talált. Az egyik ez a Anka Benera és Arnold Estefánnak a munkája, ez a nyugat-szaharai homokfal, mint katonai akadály, ugye, ami a foszfát érc telepet választja le ott a helyi lakosok területéről, hogy tehát nem tudják elérni ezt a területet, és nekem van egy ilyen szövegem, aminek az volt még valaha a címe, hogy a szárazság lényege, most nincs címe, most csak egy ilyen kiemelt első sor van, és ez így szól, hogy fogalmak várakoznak mélyen a homok alatt, lesüllyedve a hallgatás porózus rétegei közé, hegyláb felszín, hullámos hordalékkúp, kavicsos maradéktakaró. A szárazság lényege, széttöredezve a homoksivatagban, elegyengetve a sósivatagban, mállás, aprózódás, a feltételek szükséges halmai. Egy nedves kategória párolgása, figyelmem fölszárad a kaktuszok száráról, töviseiről, távolabb egy páracsík hazugsága, a délibáb vibráló vízszintes sávjai. A szél a homokot a lencsére hordja, a keményebb szemcsék dörzsölik, csiszolják a látványt, a foghíjas, kicsorbult éleket simára. Bőrön a pergő napfénydara, belélegezhető távolság, míg az ajkak rovátkolt sziklapadján szétmorzsolódnak a szomjúság kristályai. Ez az egyik szöveg. És a másik szöveg az pedig Mátyási Péter munkájához kapcsolódik, aki tűlevelekből álló gyepszőnyeget készített egy elburjánzó kertben, és azt írta le, hogy mennyire a kerti munkák, azok milyen sziszifuszi és monoton munkáknak tűnnek neki, de valahogy mégis egy ilyen meditatív állapotba került tőlük az ember. És ezt a szöveget, ezt még a Literarisches Kolloquium Berlinnek a kertjében írtam. Ott van egy ilyen, ha jól emlékszem, egy ilyen hatalmas platánfa, aminek így hámlik a kérge, és valahogy az ott akkoriban ez nagyon nagy hatással volt rám. Ez pedig így szól. Összezilálva, elvillanva, négyzetrácsok, négyzetlapok, logikus pixelek a lomban. Áttűnnek, észrevétlenül átjátszódnak egymásra a türelem kiszámítható hullámzása mögött. Bizonytalan körvonalú felszólítás, mely kíváncsisággal sűrűsödik. A koordinátarendszernek mely pontján, hanyadik oszlopban, hanyadik sorban izzik fel a színek, a vörös, a zöld és a kék mélysége, intenzitása. Eszközfüggetlen avar, raster grafikus. A levelek véletlenszerű pontjai, legkisebb megcímezhetők, sűrű mintavételezésűek, a valóságnál élesebb fölbontásúak. Zóna, szektor vagy övezet végigcsíkozva a fénysávok párhuzamos szakasz határai által, ahogy kivakítanak az események lassú sodrából. Valamivel szemben, valaminek nekifeszülve, a határán, foltokban szigetszerűen lomblevelű vagy elegyes társulások. Ahol a liget gyepsávja és a járdává csomósodott aszfalt egymásnak rohan. Ott gyűrődik be, föl, szét, évtizedek alatt,
ott épül a beton alá a lendület. Kátrány kőzúzalék és mészkő liszt szilárd ropogása közé. A fa képe kitakarja a fát. Már nem utánozza, nem kopírozza, a szürkület elvékonyodó lemezeit, a levegő, zizegő pergamennyét nem dörzsölik a levelek húros erezetüket indigózva. Az erdő nem reprezentáló többé, nem szimuláló, termel, előállít, felügyelete alá von, hiper, mesterséges, eredet nélküli, algoritmikus. Szétfoszlik térkép és birodalom, Porlad vármegye, majorsági tölgyes, bolgárkertészet szikkadt ki, lesz az enyészeté. Külső elhalt a belső roston, platán vagy tölgykéreg félig kirakott háromdimenziós puzzle-je, melyet fölhord, visszakanal az a törzsre a beletörődés ellentéte. Kifelé háncs, befelé fatest, osztódva, körkörös rétegekben, elhalt rész a szíjácson belül, az évgyűrűket sorban kikapcsolja. Ezek a szövegek jutottak eszembe ezekhez a munkákhoz. Ez a platános, de komoly volt, és platán, igen. Igen, te voltál ott a... De például itt a közelünkben vannak nagyon kedves platánjaim, és a jelenséget ezt nagyon szeretem, meg így a Mátszás szempontjából így nagyon érdekes a platán. Igen. Nagyon tetszett. Szuper, örülök. Azon gondolkodtam még, hogy itt volt a végén még egy-két ilyen vitaindító kérdés, amiről esetleg beszélgethetnénk, hogy szerintetek azzal, hogy itthon ülünk, és hogy folyamatosan a neten lógunk, mert hogy ugye nem nagyon van más lehetőségünk, hozzájárulunk a klímakrízishez, vagy ti mit gondoltok erről? Tehát, hogy most, nem tudom, van bennem egy ilyen ambivalens érzés, hogy itt arról beszélünk, hogy egyrészt, hogy a művészettel mennyire tudunk ezen segíteni, másrészt pedig, hogy tényleg olvastam valahol, hogy az IT-szektornak, tehát a számítógépes szektornak a karbonlábnyoma az lassan nagyobb, mint a polgári légiközlekedésé. Tehát, hogy ilyen elképesztő mennyiségű energiát használunk fel arra, hogy arról beszéljünk, hogy mit kéne csinálni. Úgyhogy ezért nem tudom, erről, hogy igen, ez lehet, hogy nem egy kérdés, hanem inkább egy állítás, de... szóval biztos nem a kisgyerekesek ezek, akik otthon a karanténban nagyon-nagyon sokat interneteznek. Igen, ezt mondtad, hogy neked alig van időd. Ja. És szerintetek le kell teljesen lassulni, vagy mi a megoldás? Tehát ilyen radikálisan kell változtatni a hétköznapokon, vagy pedig lehet egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen... Szerintem. Vasalni mindenképpen kevesebbet kell, ezt az összes nő nevében leszeretném szögezni, hogy vasalni és főzni, ezt minél kevesebbet. Írni és olvasni, nincs vasalás. Hogy? Nálunk nincs vasalás, tehát én ezt így... Nálunk sincs. De nálunk sincs. Olyan, hogy nálunk hihesség, azt nem szabad. Szerintem amúgy így a tempónak a tudatosítása, az tök fontos, mert így sokszor észre sem veszük, hogy most ez tulajdonképpen gyors-e, lassú-e, nyugtalanság, mint alapérzés, az szerintem eléggé jelenlevő, meg jellemző, de az nem is biztos, hogy attól függ, hogy túl nagy a külső tempó, inkább az, hogy így túlságosan sodródunk. Én azt veszem észre, meg... Na, elmesél, hogyha szabad elmesélek, egy tök vicceset, vagy szerintem vicces, hogy így mindenhova biciklivel járok, és amikor a munkából hazafelé megyek, Margit hídon át, akkor így mindig látom, ahogy a hatalmas dugó, tehát így kb. Mozzani sem tudnak az autósok, látom, hogy ott ülnek benne az autóban, én suhanok el mellettük, és így mindig ezt nem szokott jutni, hogy tulajdonképpen kérem, ugye az egyik ér, meg de nem ezt mondják, hanem így, hogy nem, mert az autó gyorsabb, meg ezzel időt nyerünk, de hogy vannak gyors eszközök, de azok egyáltalán nem feltétlenül vezetnek több időhöz, vagy gyorsasághoz, és valahogy így a tudatosabb használata az eszközöknek, és tudatosabb használata az időnek, az vagy lassuláshoz vezet, vagy
éppen amire szükség van. Tehát szerintem nem recept a lassúság, van, amikor szükség van rá, akkor legyen az, de van, hogy így pörgésre van szükség, akkor meg legyen az, de valahogy belül legyen közben nyugalom, vagy legyen minden esetre legyen egy tudatos hozzáállás, ami szerintem az sokat segít amúgy. Igen, egyébként a mondorsi, bocsánat, mondd csak. Én vagy pont ellenkezőleg látom azt, hogy belül legyen habzsolás, és kifelé legyen valami nyugalom. Tehát, hogy ez nem rágtam bele magamat nagyon-nagyon a slow life filozófiába, hiszen említett 2 éves gyermek miatt erre nem volt olyan nagyon-nagyon sok lehetőségem, de amit eddig olvastam és tudok róla, ez is nyilván egy összetettebb dolog, de amit meg kell tanulnunk, így lelassulás szinten, az nyilván a fogyasztáshoz kötődik, és valószínűleg erről is szól ez az egész, de ugyanakkor meg belül pont egyfajta a figyelem intenzitása, az pedig, tehát hogy az mégiscsak egyfajta gyorsulás. Nem, számomra legalábbis, nem hogy... Nem, sebességfüggő amúgy szerintem. Hogy szerintem nem? Lehet, hogy itt a sűrítésre gondolsz, Orsi, nem? Tehát, hogy a gyorsulás, ez, nekem az ott jelentkezik a gondolkodásban, és főleg a versben, hogy egy-egy képbe annyi minden sűrül bele, mint hogyha egy másodperc töredéke alatt ugye nagyon sok dologra gondolhatnánk egyszerre. Tehát, hogy igazából egy ilyen nagyon furcsa gravitáló ilyen tömegvonzása van a szövegeknek, amik így magukba vonzák ezeket a jelentés tartalmakat, és hogy valahogy nekem, és ugye az asszociációk egy versen belül nagyon gyorsan működnek. Tehát én azt veszem észre, hogy iszletesen gyorsan asszociálunk egy-egy képen belül egy másik fogalomra, vagy gondolatra, és hogy nekem ez a gyorsaság az, ami megjelenik mondjuk a szövegeken belül. Igen, szerintem ez például egy képesség, amiről én úgy képzelem, hogy az őskor óta így folyamatosan nőtt, tehát hogy az absztrahálásra való készség is nőtt, úgy 100 év múlva fogalmam sincs, lehet, hogy 100 év múlva egy metafora az 5 közbeni mostani gondolatlépést fog tartalmazni, és azt most még nem fogjuk fel, amit majd 100 év múlva fognak megírni. Tehát ez a fajta gyorsaság, ez szerintem inkább, de ez nem az a fajta gyorsaság, amit itt a slow life is kritizál. Nem. Az jutott eszembe, hogy láttam olyan verseket, illetve most ez egyik ismerősömmel cserélgettünk ilyen verseket, ahol ilyen linkekből állt a vers. Tehát nagyon érdekes volt, mert olyan volt, mintha a mondatoknak, vagy a szavaknak, vagy a képeknek valamiféle hieroglifái lennének az internetes linkek. És ugye azok voltak így betéve, és azokat úgy tudok csak őket olvasni, hogy már valamiféle digitális hieroglifákat látsz róluk, és akkor hogy ugyanígy lehet így asszociálni, képeket bele lehet tenni, nem tudom. Tehát ilyen nagyon érdekes volt, hogy igazából... valahogy még az absztrahálásnak még egy következő szintje megjelenik, akár írásban is. Tehát, hogy, és egyébként az még szerintem átizgalmas, hogy ugye folyamatosan arról beszélünk, hogy lelassulni, meg hogy azzal védjük a környezetet, hogyha lelassulunk, és nem fogyasztunk ennyit, és hogy közben meg igazából ugye magunkat próbáljuk védeni, mert hogy persze természetesen a különböző, nem tudom, állatfajokat és növényfajtákat magunk körül ezáltal kiírtjuk, de ez, hála Istennek, hogy szerencsére, nem tudom, a Földnek valószínűleg hosszú távon olyan nagyon nagy kárt nem tudunk tenni. Tehát legalábbis nekem ez úgy tűnik, hogy ezért valószínűleg, hogyha az ember, ne adj Isten, kihalna, akkor a Föld azért tudna regenerálódni, és hogy ez az érdekes, hogy vannak olyan filozófiák, amik pont a földgyorsulásban hisznek, és pont azt gondolják, ilyen különböző akcelerációnista filozófiák, hogy nem lelassulni kell, mert az az emberi vírusnak csak a fennmaradását hosszabbítja meg, hanem pont, hogy föl kell gyorsulni, és gyakorlatilag ezt a vírust, ami az emberiség, ezt így el kell. Tehát hadd írtsa ki önmagát, és akkor a Föld az meg szépen majd poszthumán jellegében virágzik, ahogy neki éppen tetszik. Szóval, hogy na mindegy, szóval ez is érdekes, hogy melyikkel teszünk többet valójában a környezetnek azzal, hogyha lelassulunk, vagy ha fölgyorsulunk, nem tudom. Úgyhogy ezek szerintem izgi kérdések. Igen, egyébként én most pont ebből a karanténhelyzetből kifolyólag nem is akarok ezzel senkinek a lelkébe tippolni, mert nekünk ez most nagyon jól jött ki. Tehát, hogy mi vidéken, én Pécsváradon anyukámnál vagyok a férjemmel és a kislányommal, itt húzzuk meg magunkat. Közel van az erdő, minden nap órákat sétálunk, és én most
annak ellenére, hogy az elején úgy állítottam, hogy nekem semmi közöm a lelassuláshoz és a slow life-hoz, egy annyira ilyen intenzív figyelemben lehet részem, pont a említett 2 évesnek köszönhetően, hogy mi most megfigyeljük a fákat, mi most megfigyeljük a terméseket, megfigyeltük azt, hogy hogyan lett az első rügyből virágzás, a virágzásból most pontosan hogyan lesz napról napra cseresznye, gyümölcs, és amit a versben is volt, ez a békáknak nászi ágya van című sor, ezen pont a minap egy a szálkai tó körül tett séta alkalmával csodálkoztam rá, hogy hát tényleg itt van ez a világ, ahol itt vannak ezek a békák és kacsák, és ezek vannak a leges-leges leginkább. És mint ahogy amikor a meditáció mélyén a legintenzívebb, mégiscsak a jelenlét, amikor semmire nem gondolunk, amikor magunkat kivesszük a körülöttünk levő egyenletből, akkor ragyog csak fel a teljes valójában ez a igazából egy szín, az egész világ egyben. Ez egyébként ez maga a fenomenológia, amiről most beszélsz, tehát hogy ez szó szerint az, hogy nagyon, nagyon közel van a meditációhoz egyébként, de tényleg ezt csinálja, na, hogy... És én ilyenkor harapnék egy hatalmasat bele a szemben levő hegygerincbe, hogyha egy lendárt művész lehetnék, és kitépnék belőle egy darabot, és még tovább habzsolnám, de... Igen, és akkor közben pedig akkor itt vannak ugye a Starlink műholdaknak a furcsa esztétikai, amit a múltkor a minap említettünk, vagy a pont az internet, és azt, hogy mekkora így a digitális jelenlétünknek a lábnyoma, ezzel kapcsolatban hoztam fel, de milyen szépek azért mégiscsak ezek az Elon Musknak köszönhetők is. Libasorban sorjázó kis fénypatentok az égbolton, és hogy ez a különös esztétikája, ez a világvége esztétika is benne van, ugyanakkor pedig azért mindannyiunkban egy ilyen remény munkál egy jobb jövő felé, ahol nem kiírtjuk a fajokat, hanem újakat találunk ki. Igen. Végre csinálunk egy griffmadarat. Ja. Jó. Ugye ez most pont nehéz volt ehhez, igen, így most. De nem, azért gondolkozom, hogy olvassunk-e még egyet, esetleg valakinek van kedve még egy verset olvasni, akkor szerintem az még tökre belefér, és akkor utána meg elköszönünk. Szerintem te olvasd még egy verset, és utána köszönje. Én olvassak. Na jó, akkor olvasok. Ez is ebbe a tematikába tartozik, ez egy ilyen futós vers. Levelek élén szálkás fölfénylések. A partvonalon a futópást emlékező habja. Tobozok, lekapart kéreglemezek, ízület kímélő avar. Kábelbehúzó aknák, kameratartó oszlopok. Térfigyelők rögzítik a pálya minden méterét. Az árnyékban rekedt padokat, az út mellett szétdobált kolostor romjait. A kiszögellések érvényesülnek, míg a mélyedéseket egyféle feketébe vonva elhallgattatják a focipálya reflektorai. És ami sarokba szorítja érzékeimet, a magyar bokrok tövében élettelen neonzöld kabát. Szemcsés árnyként vágok át a kamerák fókuszán, kiürülök nyomomból, helyemre levegő tolul, a csónakház ereszéről fenyőmag pereg, kutyaugatás rezeg a termés húsban. Ez a szöveg volt még. És nagyon köszönöm nektek, hogy itt vagytok. Azoknak is, akik néztek és hallgattak minket, nagyon szépen köszönjük. És természetesen a Ludwig Múzeumnak, hogy fölkért minket erre a szuper bejelentkezésre. Úgyhogy még egyszer, ez a Ludwig Múzeum Lassú Élet, Radikális Hétköznapok című kiállítása, Fenyvesi Orsolya, Sirokai Mátyás és Závada Péter voltunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk, és itt voltatok velünk. Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok.